Több tájegység motívumait beépítette már a divat terveibe az előadó. A Táncoló Tulipánok Kunhímző Egyesület vezetője, Nagy Pálné Pádár Ágnes volt a Hagyomány és Divat címmel megrendezett képzésen, innen az ismerettség, a kapcsolat. Pádárné Ágnes volt, aki Hagyomány és Divat címmel megrendezett 18 órás képzésen részt vett, és ott volt ez a szerencsés találkozás. Ezt a képzést, ezt a Rika Dorida Foundation szponzorált a New Yorkból, és Békés Csabán tartottuk meg, tehát innen a kapcsolat. A modern kategóriát, tehát a modern ruhákat nagyon szeretem, tehát én divattervezőként végeztem az Iparművészeti Egyetemen, immár második évtizede tervezőként dolgozom, 16 évig pedagógusként, tehát középiskolában, művészeti középiskolában tanítottam, és nagy szerelem, hogy a felnőtt oktatásban is részt vehetek, és segíthetem azokat az alkotókat, akik a kézművesség területén nagyon magas fokú gyűjtéseket végeznek, kutatásokat végeznek, és kivitelezni is tudják ezt. Tehát úgy szoktam apostrofálni magam, hogy egy híd vagyok a dizájnerek és a kézművesek között, hogy mind a két helyen menjen a munka. A tervező saját munkáiba is beépíti a népművészetet. 7 tájegység az, amit feldolgoztam. Mindig ilyen félve mondom, hogy feldolgoztam, mert mindig csak egy kicsit beleássuk magunkat, megismerjük egy picit, és akkor mint a szerelem, tehát újból fellobban. Tehát volt olyan tájegység, például a torocka, amihez többször visszatértem, vagy kalocsa. Tehát először azokkal a tájegységekkel kezdtem, amelyek ismertebbek, és amelyek kapcsolatban több tévedés is jelen van a mai öltözködés kultúrában, és hát egyre mélyebbre. Tehát a legutóbbi, most Rima szombaton mutatkozott be a Gömöri kollekció, ami már kézzel hímzett, a fehér csomós hímzést népszerűsítette. Hát reméljük, hogy ebből a gyümölcsöző kapcsolatból majd megszületik egyszer a Kun mintákkal ékített kollekció is. Minden korosztály keresi az új dolgokat. Pont ezért nagyon fontos a divat, a divatnak a nyelve. Tehát inkább a középkorosztályt szólítja meg, tehát az én ruháim is, amiket tervezek, inkább a 25-30-tól fölfele az érett nő korosztályának szólnak, de van pár olyan sztorim és történetem, tehát a középiskolában, amikor tanítottam, és egy-egy kalottaszegi inspirációim mellényembe bementem, akkor a diákok alig figyeltek az órára, hanem a mellényemet nézegették, és az óra végén, amikor letettem a padra, akkor megkérdezték, tanárnő, felpróbálhatom? Tehát itt van az a pont, ahol rácsodálkozhatnak ők is egy-egy mintakincsre, hogyha azt a divat nyelvén megpróbáljuk átültetni, átvinni, frissen tartani, akkor nagyon sok fiatalt meg lehet fogni a magyar népi kultúrának. A divat állandóan változik, tehát meg kell újulnia a tervezőknek, de melyike nem követi a napi divatot? Magyarországon a tervezők inkább konceptuális tervezők. Se gazdaságilag, se anyagilag. Tehát azt a körforgást, ami a divatot jelképezi mind a mai napig, tehát negyed évente, fél évente vannak kollekcióváltások, ezt nem tudjuk tartani. Viszont én nagyon szeretem ezt a tempót, amit a magyar népművészet kínál, mert el lehet mélyülni benne. Ugye egy örökség, az egy hosszú idő alatt kialakult dolog. Ezt nem lehet negyed év alatt, vagy fél év alatt gyűjteni, kivitelezni. Kb. 2-3 évente jelennek meg tájegységenként a kollekcióm. Nekem ez a tempó, mint családos anya, és mint oktató, ez nekem teljesen megfelel. Saját öltözékébe is beviszi a divatot. Cipésznek a cipője, fodrásznak a haja, a tervezőnek kevésbé aktívan tudom viselni ezeket, mert mondok egy történetet. Például Budapest utcáin mászkáltam, és egy belga hölgy megszólított, és látva a rajtam levő apró részleteket, kiegészítőket, ékszereket, kalotaszegi mellényt, mondta, hogy hol vásároltam. És akkor mondtam, hogy hát én vagyok a tervező, és hát ez egy olyan darab, amire várni kell, mert idő, míg elkészül a kézimunka, és mondta, hogy neki nincs ide.
ideje, tehát neki most kell, hogy ez hányas méret, és levásárolta rólam. Tehát ezek azok. De igyekszem, tehát most is van azért rajtam egy nyargalt, tehát egy piciben mindig igyekszem a hétköznapokba is becsempészni. Ha Ágiék a tervezésben elmélyülnek, nagyon támogatom, hogy a kunhímzést is népszerűsítsük.